Szeretettel köszöntök mindenkit az Ubuntu használatát bemutató videósorozat legújabb videójában. Ma egy picit az Ubuntu szoftverekkel fogunk foglalkozni. Ugye emlékeztek rá, az alkalmazás Rácson, ugye ő az a program, amiről szó van. Ezt akkor használtuk, ezt a programot, amikor ugye a telepítéseknél töröltük az egyik játékot, illetve a frissítéseknél ugye két alkalmazást ezen a felületen keresztül frissítettünk. Mielőtt azonban ebbe belevágnék, azért egy demonstrációt szeretnék megtenni, aminek az eredményeképp lesz okunk használni ezt a szoftvert. Először is nyissuk meg a böngészőnket. A böngészőbe eltettük az én oldalamnak a hivatkozását. Nyissuk meg az oldalamat. Itt válasszuk ki az alkalmazások menüpontot, és a baloldali panelen keressük meg az Atom Editor nevű programot. Ha ez megvan, akkor itt görgessünk egy kicsit lefelé, és itt találunk egy videót, ugye itt jelzi a kis nyilacskánk, ez a kis háromszögünk, hogy ezt le lehet játszani. Hát akkor játsszuk le, indítsuk el, és már is van egy kis problémánk. Azt mondja, hogy a videót nem lehet lejátszani, mert a file sérült. Lépjünk egyet vissza, ismét válasszuk ki az Atom Editort, ismét görgessünk le ide, és most ne elindítsuk, hanem a jobb egér kattintásával válasszuk ki a videó mentése más néven szolgáltatást. Ha megjelenik a mentés ablak, akkor válasszuk ki a videók mappát, és ezt ide mentsük el. Ha a letöltés végzett, akkor ez itt látszik. Bezárhatjuk az alkalmazásunkat, válasszuk ki a fájlok programot, menjünk a videók mappába, és nézzük meg, mit tudunk erről az atom.mp4 nevű, tudjuk, hogy videó fájlról. Jobb egér tulajdonságokkal megvizsgálhatunk egy fájlt, már amennyiben meg lehet. Hát azt mondja ez a tulajdonság panel, hogy nincs előadó, nincs cím, nincs album, nincs évjárat, fogalma nincs, mi van a videóval, és fogalma nincs, mi van a hanggal. Hát ez így elég érdekes első körben. Zárjuk be a fájlok programunkat, nyissuk meg az alkalmazás rácsot, és keressük meg a videók nevű szolgáltatásunkat. A videó nevű szolgáltatásunk ugye egyrészt videókat, másrészt csatornákat képes, videócsatornákat képes megjeleníteni. Hát mi maradjunk a videóknál, és próbáljunk meg megnyitni egy valamilyen fájlt. Kattintsunk a plusz gombra, helyi videó hozzáadása, válasszuk ki a videók nevű mappánkat, és válasszuk ki az Atom MP4 fájlt. Kattintsunk rá kettőt, bekerül ide a panelre, és indítsuk el. Az a problémája, hogy nem lehet lejátszani a fájlt, és miért nem lehet lejátszani? Mert a H264 High Profile dekódoló szükséges lenne a lejátszáshoz, de ez nincs telepítve. Magyarán szólva, bocsánat, ott volt egy lehetőség, elnézés, visszamegyek, azt mondja, keresés ebben. Azt mondja, hogy keressük meg őt az Ubuntu szoftverbe. Hó, hát mi ezzel akarunk foglalkozni? Akkor kattintsunk erre a nyomógombra, megyünk az Ubuntu szoftverbe, és azt a választ kapjuk az Ubuntu szoftvertől, hogy ez sajnos nem található. De semmi gond, itt ez a weboldal, nyissuk meg. Hát akkor kattintsunk erre az ikonra, ugye erre a hivatkozásra, és látszólag nem történik semmi. Tehát a problémánk a következő. Van ugyan egy videó lejátszónk, van egy videófájlunk. A videófájlunk valami olyasmi kódolású, amit ugye jelen pillanatban, mivel megfelelő decoder program nincs hozzá, meg se tudjuk mondani, hogy igazából milyen. Amit a videó lejátszónk tudott róla, az az volt, hogy valami H264-szerű valami kéne hozzá. Hát ha emlékeztek rá, én akkor azt mondtam, amikor a telepítések történtek, hogy két dolgot fogok megtenni. Az egyik, hogy letörlöm ezt a videók nevű videó lejátszót, és letörlök még egy programot, ez pedig a Rhythmbox zene lejátszó lesz.
Tehát ezt a kettőt én letöröm, és ehhez két másik programot fogok föltenni, még mielőtt letölteném, vagy letörölném őket, előtte telepíteni fogunk, és ha emlékeztek rá, akkor azt mondtam, és akkor indítsuk el most a Ubuntu Software központot, akkor azt mondtam, hogy egy VLC nevű programot fogunk telepíteni. No, hát a VLC az zene és hang kategóriába tartozó valami, tehát vagy a felfedezés fülön a megfelelő csoport megnyitásával, én most itt megmondom, hogy név szerint rendezgesse őket, ugye először is fel kell neki olvasni a központi adattárakból, hogy milyen szoftvereket ismernek, hát csak zene és hang kapcsán ennyi szoftver közül választhatunk. Hát azért ez nem gyenge mennyiség, tehát ez egy szép nagy kupac. Ne az értékelés, hanem a név szerint rakja őket sorba, mert így könnyebben megtaláljuk azt, amit szeretnénk, és egy VLC nevű programot fogunk keresni. Hát érdekes módon a zene és hang csomagban ő nincs benne, rossz irányba indultunk el, menjünk egyet vissza, van ilyen, hogy szórakozás csomag, nézzük meg ezt is. Itt is várnunk kell egy picit, még az ehhez a csomaghoz tartozó szoftverek adatait a központi tárból letölti a rendszer, ez is megvan. Nézzük, itt van-e valami VLC-hez hasonló dolog. Hát így sincs. Hát megmondom őszintén, nem szeretném kitalálni, hogy melyik csomagba lehet itt. Talán itt a fotó és a videó, ez az utolsó, amit megnézünk, és ha ebbe se lesz, akkor megyünk abba az irányba, amelybe eleve kellett volna mennünk. Na nézzük. Ugye itt is van egy jó kupacnyi program. Hát itt már megvan a VLC. Egyébként a következőt szerettem volna csinálni. Azt mondjuk, hogy a felfedezés panelnál van itt egy keresőgomb. Ha erre rákattintunk és beírom, hogy VLC, akkor alapvetően kilistázza az összes olyan alkalmazást az alkalmazástárból, aminek a nevében a VLC szerepel. Itt a VLC programunk azt mondja, hogy Ultimate, elnézést, elnéztem, kicsit szemüveg nélkül. Tehát Ultimate Media Player, tehát ez vész mindent, mint a piros hetes az Ultiba. Na nézzük, mit tudunk erről a VLC-ről. Először is lehet telepíteni, de még mielőtt gondolkodás nekünk nekiesnénk a telepítésnek, nézzük meg, hogy milyen információk állnak rendelkezésre ebben a szoftver központban egy-egy programról. Hát először is van egy rövid ismertetője ennek a programnak, hát sajnos az esetek többségében ez angol nyelvű. A következő részleteket árul el a programról. Milyen állapotban van ez a program, pontosabban az a csatorna, ahonnan ezt kivettük. Ez azt mondja, hogy a legutolsó verzió, méghozzá a legutolsó stabil verzió. Miért? Mi lehetne még? Hát itt a forrásokat, ha lenyitom, akkor látszik, hogy hopp, itt már van néhány érdekes dolog. Először is van egy snap tároló, ami stabil. Van egy snap tároló, ami candidate, van egy snap tároló, ami beta, és van egy snap tároló, ami edge típusú tároló. Először is már nekem kapásban problémám van azzal, hogy ez itt egy snap típusú tároló. Miért? Alapvetően a különböző szoftverek különböző forrásokból származhatnak. Erről már valamelyest azért volt szó a frissítéseknél. A Debian, mint rendszerépítő cég, fenntart egy nagyon-nagyon nagy adatbázist szoftverekkel, ezeket folyamatosan ellenőrzi, folyamatosan minősíti. Ha valakinek van okostelefonja, akkor ez nagyjából valami hasonló gondolat, abszolút nem úgy működik, és abszolút nem ugyanaz a háttere, de valami hasonló gondolat, mint a Google Play áruház. Tehát van egy hatalmas nagy adatbázis, amely az összes benne lévő szoftvernek az adatait egy APT nevű parancsal tudjuk kezelni. Illetve az APT-nek egy furcsa módon való kiegészítése, ez az úgynevezett Ubuntu Software Központ. Ez az a központ, amiben a Debian, ez a rendszerépítő, ellenőrzött módon, csak ő által ellenőrzött módon befogad szoftvereket, és ezeket a szoftvereket később az APT rendszeren keresztül telepíthetjük.
Jelen pillanatban azonban arról van szó, hogy ez nem az APT rendszeren keresztüli telepítés lehetősége, hanem ez egy úgynevezett SNAP tárolón keresztüli kezelés lehetősége. A SNAP az egy teljesen másik szoftver, nem az APT, hanem egy teljesen másik. Ha most elindítom a böngészőmet, és megnézem, hogy mi az, hogy SNAP. Itt a Google kereső akar velem foglalkozni. No, azt mondja, SNAP, egyrészt ez egy együttes. Aztán, ez még mindig az együttes. Aztán van egy ilyen Snapchat. Akkor finomítsuk a kérdést, mondjuk neki azt, hogy Snap Software. Na nézzük erre, mi történik. Hát erre se. Jó, itt van, megvan. Snapcraft.io. Snap az univerzális Linux csomag. Ok. Na akkor ezt nyissuk meg. Vagy jobb egérrel és megnyitás újlapon, vagy az egér középső gondjával kattintunk, alapvetően egy új lapon nyitja meg. Hát ugye itt a kukikkal kapcsolatban, a sütikkel kapcsolatban, hát én most nem a legjobb módszer, de elfogadok mindent, és innentől kezdve látjuk, hogy miről szól a mese. Tehát ez egy teljesen másik tároló. Érdekes, hogy már itt is megjelent a Canonical-nak a logója. Tehát a Snapcraft is egy Canonical által, de nem a Debian által felügyelt szoftvergyűjtemény. Mi a különbség a Debian és a Canonical által, illetve a Snapben meglévő szoftverek között? Az, hogy a Debian gyűjteményben 100%-ban és csak és kizárólag szabadon felhasználható szoftverek vannak. Minden szempontból. A Snap tárolóban, a Snapcraftban viszont olyan szoftverek is megtalálhatók, amelyek nem minden szempontból szabadon felhasználhatóak. Egyrészt. Másrészt, azok az emberkék, akik ezeket a csomagokat összeállítják, azok az emberkék nem olyan minőségű ellenőrzést végeznek, mint amilyet a Debian végez. Tehát a Debian rendszer az egy nagyon szigorú minősítő rendszer. Ez egy picit lazább. Én megmondom őszintén, ezért nem nagyon szeretem ezt a felületet, tehát nem nagyon szeretek a Snap tárolóból telepíteni elemeket. Ugye, mint a korábban is mondtam, frissítéseknél, vagy a Debian APT tárolójából szoktam általában telepíteni elemeket, vagy közvetlenül az adott szoftver gyártójától szoktam telepíteni jellemzően szoftvereket. No, mivel jelen pillanatban nem találunk megfelelő szoftvert, nem találtunk megfelelő szoftvert, én most bezárom ezt a lapot, nem találtunk megfelelő szoftvert a szoftvertárolóban, ezért én biztos, ami biztos, elvégzek egy frissítést. Ha emlékeztek rá, akkor készítettünk egy frissítés nevű programot, ami megfelelő módon elvégzi a frissítéseket, adjuk is ki a terminálba, és mondjuk meg neki, hogy frissítse be a rendszert. Ő azt mondja, hogy minden a legfrissebb ebben a rendszerben, jó. Még van egy lehetőségünk a frissítésre, ugye a frissítéskezelő, őt is felszólítjuk, hogy akkor frissítsen be mindent. Ő is azt mondja, hogy minden rendben van. Akkor egy dolgot még megteszünk, hogy újraindítjuk a számítógépet a sok frissítés után, és megnézzük, hogy ha újraindul a számítógép, akkor változik-e a Ubuntu szoftver központban elérhető szoftvereknek a forrás megjelölése. Itt is van a bejelentkező ablak, ugye Enter, megadom a jelszavamat, már megyünk is be, és ahogy elindul a felület, már megyünk is az Ubuntu szoftver központba. Itt is vagyunk. Hopp, egy picit még várni kell. Alkalmazásrács, ugye, Ubuntu Software Központ.
katalógus betöltés, fölnyitjuk teljes méretre, és azt mondjuk neki, hogy akkor keressen rá a VLC-re. Ugye ezt az előbb már megtettük, nyissuk meg a VLC-t, és nézzük meg, hogy milyen tárolókatból tudjuk fölfrissíteni. Hát a frissítésünknek azért csak lett eredménye, ugyanis itt megjelent alul az Ubuntu Focal Fossa Universe tároló. Ha ezt kiválasztjuk, ezt a tárolót, picit megváltozott itt a kép, picit más lett itt a szöveg, tudnék egy másik tárolóból jött le az adat, és most már látjuk, hogy a Ubuntu, az Ubuntu Focal Universe-ből fogja letelepíteni. Méghozzá a 3.0.9.2.1-es verziót. Ha újra visszanyitjuk ezt a forrás panelt, akkor látjuk, hogy ennél azért jelentősen újabb források vannak, mind a stabil, mind a kandidét, mind a beta verzióban. Ugye a beta az a tesztelés alatt álló verzió. És látszik, hogy már elérhető egy 4.0-as verzió is ebből a szoftverből, ez meg az úgynevezett Edge tárolóból, illetve Edge csatornáról. Tehát nem volt felesleges a frissítgetésünk, mert megjelent az Ubuntu Universal, Universe tárolója, és az az igény, amit én szerettem volna, hogy Ubuntu eredeti Debian tárolóból telepítsünk, ez most már rendelkezésünkre áll, és most már boldogan fogom telepíteni egyetlen kattintással. Ugye a telepítés rendszergazdai jogosultság, megadom a jelszavamat, és már is megy a telepítés, előkészíti az adatokat, ha megvannak a letöltéshez és telepítéshez szükséges valamennyi adat, akkor viszont elkezdi letölteni, és elkezdi telepíteni az alkalmazást. Ezt megvárjuk. Amíg ez itt végzi a dolgát, mivel sajnos egy kis gigszert elkövettem korábban, ezért most egy valami dolgot még gyorsan be kell állítanom. A korábbi beállításoknál, videókban ezt megtettem, és mivel újra telepítettem az egész rendszert, itt egy pár lépés kimaradt még, így van, tehát a Canonical partnereket itt be kell gyorsan állítanom. Ugye ez is hatással van arra vonatkozóan, hogy milyen szoftvereket talál meg, és milyeneket nem. És ugye megbeszéltük, hogy mindent azonnal, ezt pedig soha. Ha ezzel megvagyunk, akkor ez így gyorsan. Hopp, és itt már meg is van a VLC. Tehát a VLC programunk közben, még itt bohóckodtam a másik oldalon, közben a VLC programunk települt. Ha eltávolítani akarom, akkor itt eltávolíthatom. Visszalépek egy szintet, megnézem a telepített programokat. Ugye, ha itt szépen jövök lefele, akkor itt most már a VLC programnak meg is kell lennie, itt van, ha akarom, akkor eltávolíthatom. Mivel a megfelelő programot letelepítettem, én ezt az ablakot bezárom, megyek az alkalmazás rácsra, és az alkalmazás rácson meg kell, hogy jelenjen a VLC média. Itt is van. Na, nézzük azzal, hogy csak azzal, hogy a VLC-t letelepítettem, történt-e valami változás. Kattintsunk rá a fájlokra, menjünk a videókba, válasszuk ki egy palegér kattintással a videónkat, jobbegér, tulajdonságok, és menjünk a hang és videó részre. Sokkal okosabb, így sem lett a rendszer, semmi gond. Leállítjuk. Bocs, a fájlból kár volt kilépnem, videók, jobbegér, megnyitás más alkalmazással, és előírjuk neki, hogy a VLC-vel nyissa meg ezt a videót. Kiválasztjuk. És lőn csoda, már is működik a videónk. Tehát látszik, hogy ezt le tudjuk játszani. Nézzük, történt-e valahol máshol is valami változás, ezt most kikapcsolom. Kikapcsolom a fájlokat is, és elindítom a böngészőmet. Történt esetleg valahol máshol is változás. Nézzük a MyUbuntu weboldalt, megyünk az alkalmazásokba, megyünk ugye erre az Atom Editorra, itt a videón kattintsunk rá, és mi csodálatos, most már ezt itt is le tudja játszani. Tehát azzal, hogy a VLC-t letöltöttük, a VLC egy csomó olyan dolgot letöltött még különböző csomagok formájába, ami korábban nem volt a számítógépen. Amit most csinálni fogok, ezt nem kell megtanulni,
egy érdekesség lesz csak a dologból. Először is ki fogok adni egy rendszerparancsot, egy rendszergazdai parancsot. Az APT-nek egy fontos eleme, az APT csomagkezelőnek egy fontos eleme a DPKG parancs. Ez azt csinálja, egy kicsit elrontottam a jelszavamat, ez azt csinálja, hogy kilistázza a megfelelő csomagokat, és ha én itt azt mondom neki, hogy szűri meg ezeket a csomagokat 264-re, akkor már is látszik, hogy mi az, ami felkerült a rendszerre. Felkerült egy úgynevezett X264 videókodek könyvtár, tehát egy videókódoló könyvtár. A VLC-vel együtt ez a csomag is felkerült. Ha tudtuk volna, hogy erre a csomagra van szüksége a videólejátszónak, akkor csak ezt letelepítve elérhettük volna, na nézzük meg, mit csinál a videólejátszónk, elérhettük volna, hogy a videólejátszó is lejátsza ezt a videót, itt az Atom nevű videó, hát ő még továbbra sem érzi, tehát neki úgy látszik, hogy egy másik kodek kellene ahhoz, hogy le tudja játszani ezt a programot, tehát ő neki az X264 kevés volt, mint kódoló. De látszik, hogy a VLC az önmagában tartalmazta azokat a kódolókat, amik ehhez a szoftver, ennek a videónak a lejátszásához kell. Ezért van az, hogy a VLC-t annyira szeretik, mert a VLC-ben tulajdonképpen majdnem minden olyan fontos videó és hang, kodak, kódoló és dekódoló bele van építve, ami ma a népszerű videókat jelenti. Tehát ezért fogom letörölni a videót, mert ez sajnos ilyen jellegű lejátszások, látszuk, hogy problémát okoz. Na akkor mindjárt nézzük meg, hogy lehet szoftvert törölni az Ubuntu szoftverek közül. Ugye elindítjuk a szoftvereket, megnyitjuk a telepítve panelt, és ugye megkeressük a videós komponensünket. Itt van, ez egy nagyon pici dolog, tehát nem csoda, hogy olyan túl sok mindent nem tud. Ezért gyorsan kiválasztom, hogy eltávolítás, és őt el is távolítom 1-2-3 darab kód a jelszóhoz, és már is jók vagyunk. A telepítés során az eltávolításkor a programot kiemeli a legelső helyre, és itt már láthatjuk, hogy eltávolítás folyamatban van. Amikor ez megtörtént, akkor befrissítés el is tűnt, és ugye volt még egy dolog, amit mondtam, hogy el fogok távolítani, ez pedig, ha emlékeztek rá, a Rhythmbox volt. Látszik, hogy a Rhythmbox sem túl nagy, őt is eltávolítom. Ismét jön a jelszó, ugye a rendszergazdai jelszó, és már megy is az eltávolítása a Rhythmboxnak is. A VLC egyébként MP3 fájlokat is le tud játszani, tehát egyben zene lejátszó is. Ha most eltávolítja innen, így van, akkor egy picit azért ránézzünk erre a VLC programra, jó? Tehát akkor innen most már a rácson eltűnt ez a két program. Nézzük meg a VLC mit tud magáról. Hát ugye itt van egy olyan nézetbeállítás, ahol azt mondjuk, hogy lejátszó listákat akarunk látni. Hát látszik, hogy a VLC sem egy egyszerű kis lejátszó program, azért ő is elég izmos. Ugye saját médiatárakról, saját videóimról, ugye már kapásból be is hozta ezt az Atom nevű videót, a saját zenéim, a saját képeim, hoppa képek között már is megjelent a profilképem és a háttérképem, különböző hangfelvétel, videófelvétel lejátszására alkalmas lemezek, úgynevezett csatlakoztatott, multimédia csatlakoztatott, ez a multimédia tunnel protokollal csatlakoztatott, ez mobiltelefonok, illetve különböző ilyen multimédiás dolgok, amiket USB-re kötünk, lehet képernyőfelvételek lehet csinálni, és itt aztán van még egy-két internethez kapcsolódó, ez is ismeri a podcastokat, az Icecastokat, tehát egy csomó olyan dologhoz hozzá kapcsolható, ami ma azért eléggé használatos az internet világában. Ugye itt elindítom a videót, és már is lejátsza. No, tehát a mai első adag ismeretünk, ez a Ubuntu szoftver
központnak a használata volt. Megnéztük, hogy hogy tudunk megtalálni különböző programokat. Ugye mondtam, hogy több tízezer program van ebben a tárban. Megnéztük, hogy hogy tudunk rájuk keresni. Megnéztük, hogyha már telepítve vannak, akkor hogy tudjuk őket eltávolítani. És már korábban a frissítéseknél megnéztük, hogyha valamilyen olyan rendkívüli frissítés van, amit a szoftver központnak kell, az Ubuntu szoftvernek kell frissítenie, akkor azt itt meg lehet tenni. Azt is láttuk, és ez nagyon fontos dolog, hogy amikor egy valamilyen szoftvert kiválasztunk, akkor a forrás megjelölésnél tudunk választani azt abban a tekintetben, hogy honnan töltődjön be az adott program. No, a zene lejátszásra én egy másik szoftvert használok, ez az Audio Kata, hát Audaci, itt van, meg is van, Audacius. Elvileg látszik, hogy ez a megfelelő helyről telepítődne, ha rákattintanék ide a telepítésre. Azonban most meg fogok mutatni egy másik telepítési formát. Ha egy programnak pontosan tudjuk a nevét, akkor nem feltétlen csak innen tudjuk telepíteni, hanem direktbe az APT parancsok felhasználásával, direktbe parancssorból is tudjuk telepíteni. Miért jó az, hogy valamit parancssorból tudunk telepíteni? Megmondom, én foglalkozom azzal, hogyha valaki megkér rá, akkor egy teljes Linux környezetet telepítek az általa hozzám elhozott gépre, például vesznek egy laptopot, és azt akarják, hogy ezen Ubuntu operációs rendszer működjön minden szoftverrel, akkor az azt jelenti, hogy én közel olyan 20-30 szoftvert kell, hogy feltelepítsek. Na most ezeket mindegyiket így kattingatva, kiválasztva, megkeresve kat, hát világészes ideje nem lenne rá elég. Viszont én a fontos programokat jellemzően összeszedem, és akkor most ezt gyorsan meg is mutatom, összeszedem egy úgynevezett telepítő parancsfájlba, ehhez nekem el kell mennem az okis.hu helyemre, itt ugye az Ubuntu nevű mappába, az Extension nevű mappába van egy install, itt is van, jobb egér, kijelölöm, másolás, visszajövök a saját mappámba, és ide gyorsan be is illesztem, és jobb egér, megnyitás egyéb programmal, megmondom neki, hogy szövegszerkesztővel nyissa meg. Ebben a parancsfájban, ugye ezt a formációt már ismerjük, amikor a frissítéses úgynevezett parancsori kis programokat összeraktuk, az is ezzel kezdődött. Na, ha megnézitek, itt rengeteg dolog föl van sorolva, rengeteg, nagyon sok minden, ez egy csomó minden megcsinál. Anélkül, hogy én nekem hozzá kéne nyúlnom, ezt elindítom, és már megy is. Hát itt egy-egy olyan sor, egy-egy nagyobb feladat csomagot hajt végre. Például, ha itt megkeresem, van egy ilyen, hogy Sounds. Tehát hajtsa végre ezt az X-Sounds nevű eljárást. Most csak azért megkeresem, ezt nem kell megtanulni, de ezt csak érdekességként megmutatom. Na, itt az X-Sounds nevű eljárás. És a következő van. Egy ilyen sor letelepít egy valamilyen szoftvert. És mi meglepő itt az Audacius. Aztán itt egy másik, itt egy harmadik, itt egy negyedik, itt egy ötödik, itt egy hatodik, itt egy hetedik, itt egy nyolcadik, itt egy kilencedik. Tehát, hogyha nekem ezt mind a kilencet meg kéne keresgetnem az Ubuntu Software Központba, és egyenként végig kéne kattogatnom, hát melyet sem mondom, a boha Isten minden ideje nem lenne elég rá. Ezért én roppant egyszerűen egy parancs kiadásával fogom ezt a szoftvert most letelepíteni. A parancsot, amit használni fogok, azt úgy hívják, hogy APT. Mivel telepítek, ezért az APT parancsot rendszergazdaként kell kiadnom, tehát super user fogja használni, méghozzá az installálni fogunk, és hogy mit fogunk installálni, azt pedig úgy tudom megmondani neki, hogy leírom a nevét. Látszik, hogy én tabokat nyomogatok itt közben, tehát nézzétek meg, visszatörlöm újra az egészet. Sudo apt, eddig leírtam. Leírom, hogy ins, és nyomok egy tabot. A parancs értelmező, pontosabban a terminál program, ez
ismeri a különböző parancsoknak a paramétereit, és tudja, hogy installal az APT, vagy install az APT-n belül csak az install szó kezdődik, ezért a tabot megnyomom, akkor ő kiegészíti. Tehát segít nekem, hogy ne kell annyit gépelgetnem. Ha leírom azt, hogy AUDA, és nyomok egy tabot, akkor még elmegy a cíg, mert olyanból sincs túl sok, de ha még egy tabot nyomok, akkor mutatja, hogy hopika-hopika, Audacity-ből, meg Audacius-ból van egy pár dolog. Nekem az Audacius kell, tehát itt most egy O betűt írok le, és most nyomok egy tabot. Ugye elment eddig, és most már döntenem kéne, ha még egy tabot megnyomok, akkor már csak négy dolog van, döntenem kéne arra, hogy melyik az, amit én telepíteni akarok, hát én ezt az egyet akarom telepíteni, tehát ami nekem ide le van írva, ez tökéletes. Ennyi. Ha tudtam volna fejből a program nevét, csak leírom, nyomok egy Enter, megadom a rendszergazdai jelszavat, és már települ is a dolog. Na itt van az, ami itt, ezen a felületen nagyon jól látszik, a szoftver központ pedig eldugja előlem. Én azt mondtam, hogy az Audacius nevű programot telepítse le. Ő meg azt mondta, hogy oké, barátom, de ahhoz, hogy én ezt a programot neked le tudjam telepíteni, szükségem van a további programokra is. Például erre itt. Aztán szükségem van erre is. Tehát itt látszik, hogy egy csomó programot le fog tölteni. Azt mondja, hogy én ugyan egy programot adtam meg neki, de annak a programnak a tökéletes működéséhez szükség van még ezekre a csomagokra is. 14 csomagot fog letelepíteni, oké? Aminek az adatmennyisége 8 megabájt lesz. Miután ezt a 8 megabájtot letöltötte, és letelepíti, 18,5 megabájt területet fog elfoglalni ez a szoftver. Ebben viszont egy csomó minden más is benne van. Például, hogy kezelje az MP3 fájlokban bennlévő ID3 tagokat. Ez a program, ez a csomag erre képes. És aztán itt mindenféle egyéb dolgok vannak. Na, amikor a VLC programot letelepítettük, ha itt telepítettük volna le a VLC programot, mint ahogy most itt az Audacius telepítjük, akkor láttuk volna, hogy benne van valamilyen 264-es kodeknek a feltelepítése is. Tehát én ezért szeretem jobban ezt a telepítő felületet. A másik, a mezei felhasználók számára egyszerűbb, könnyebben használható. Itt viszont mindig pontosan látom, hogy mi történik. Tehát mik azok a komponensek, amik lejönnek. És ha itt nyomok egy Enter, akkor el is kezdődik a letöltés, már lent is van, elkezdődnek a kibontások, már ki is van bontva, elkezdődnek a beállítások, az aktiválások, és kész is van. Most már létezik ez a szoftver. Ha megnézem az alkalmazás rácsot, akkor az alkalmazás rácson már is itt van ez a program. Oké? No, ennyit erről a telepítési formáról. Én megmondom őszintén, hogy ezzel a kettő, van még további telepítési lehetőségek is. A weboldalamon van több ilyen lehetőség. Később foglalkozni is fogok velük. Csak hogy még egyet legalább, csak megmutatás szintjén, nem fogom részletesen elmagyarázni, de megmutatás szintjén. Például itt van ez a Lossless Cut nevű program. Itt például szintén van egy érdekes telepítési módszer, méghozzá egy úgynevezett GitHubról való telepítés, és méghozzá egy úgynevezett AppImage nevű formátum, amikor egyetlen csomagba jön le kompletten a teljes szoftver, és ennek megfelelően lehet használni később. No, de ezzel még egyszer mondom, nem foglalkozok, majd amikor idáig elérünk az alkalmazásoknak, az egyes alkalmazásoknak a használatáról, meg a telepítéséről lesz szó, akkor el fogom mondani. Most két dologra összpontosítottunk, tehát van egy APT install nevű parancsunk, ezzel lehet telepíteni, és van ennek a parancsnak egy másik verziója, ez pedig a remove, ezzel pedig törölni lehet alkalmazásokat. Tehát én most ide beírnám például azt, hogy VLC, akkor a VLC-t úgy, ahogy van, tokkal vonóval letörölni, pontosan ugyanúgy, ahogy a Ubuntu Software Központban lévő ugye, törléssel szintén eltávolíthatnám a VLC nevű programot. Tehát akkor ma megtanultuk azt, hogy egy, hogy lehet az Ubuntu Software Központot használni telepítésre, kettő, hogy lehet az APT parancsot parancssorból használni telepítésre,
megismerkedtünk az Ubuntu saját szoftvergyűjteményével, aminek a jelentős mennyiségű gyűjteménye az a Debian központon alapuló APT-vel kezelhető parancsok, és megismerkedtünk a Snap tárolóval, ami viszont a Canonicalnak egy saját tárolója, egy pontosabban a Snap szolgáltatásra épülő módon egy saját tárolója, amiben azért kevésbé ellenőrzött szoftverek vannak, és én még egyszer mondom, én nem nagyon szeretem a Snap tárolót használni. Tehát én vagy az Ubuntu Software Központot használom, és mindig figyelek arra, hogy a Canonic, ugye a Debianos csomagok jöjjenek le, vagy pedig kifejezetten az APT-t használom, és ennek megfelelően biztos vagyok benne, hogy csak az fog lejönni, mert az APT csak a Debiant használja. No, ennyit már akkor a szoftverekről, a szoftvereknek a telepítéséről, én most itt gyorsan kilépek, ezt a kis bemutatómat is bezárom, ezt is bezárom, és ennyit már akkor a szoftverekről és a szoftver telepítésekről. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy velem tartott ma is. Jó telepítgetést, kellemes programtörléseket, videót még egyszer nézzétek meg, mert ez sem egy egyszerű terület, ezen is van mit tanulni, van mit átrágni. És továbbra se felejtsétek el, hogy a weboldalamon, az oktatás menüpontban, ugye az Ubuntu Linux videók alatt megtaláljátok a megfelelő elemeket. Ugye itt még a mostani videó nincs fönt, de hamarosan fönt lesz ez is, és elérhető lesz ez a videó is a következő pár napban. Még egyszer további szép napot kívánok mindenkinek. Szervusztok, találkozunk a következő videóban. Na viszontlátásra!